nyugtáztam, a három fő légzős védelem mellett beadtam a pénzvédelmet. A szüreti időszak halálos veszélyére hívta fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság azzal a bemutatóval, amit néhány napja tartottak Várdonbon. A szervezet megyei igazgatója úgy nyilatkozott, leginkább a kistermelőket fenyegeti a mustgáz mérgezés kockázata. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit mustgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. A bemutatón részt vett Hirtné Illés Katalin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is, aki arról beszélt, fontos a gyors reagálás, ezért meghatározó szerepet töltenek be az adott város önkéntesei is. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek van a leges legnagyobb helyismerete a településen, hiszen helyben lévő emberekről beszélgetünk, azokról, akik helyben, a településen laknak, élnek, és pontosan jól ismerik a terepviszonyokat és a helyszíneket. Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője kiemelte, nagyon fontos, hogy ha már megtörtént a környezetünkben a baj, akkor senki ne akarjon hős lenni, inkább hívja a 112-t. Önmagunkat soha ne veszélyeztessük. Nem leszünk képesek kimenteni légzésvédelmi eszközök, vagy bármi nélkül a bajba jutottad. Itt csak több bajba jutott lenne. Ebből kifolyólag a legfontosabb dolog az, hogy a tájékozódás után segítséget hívunk, és a segítséget kikalauzoljuk a helyszínre, és megmutatjuk, hogy hol is van a baj. A férfi 29 év mentős tapasztalattal a háta mögött azt mondja, az ilyen esetek közel 75%-a tragédiával végződik. Bősz Adrián, a szekszárdi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a legjobb megoldás a megelőzés. Folyamatos szellőztetést kell biztosítani az erjesztőhelységekben, és csak a megfelelő óvintézkedés mellett szabad oda bemenni. Testre szerelhető, gyakorlatilag mint egy mobiltelefon nagyságú széndioxid jelzőkészüléket ajánlanak, ütésálló, vízálló, tehát gyakorlatilag kollégákat pincészetekbe fel lehet ezzel szerelni. De a régi gyertyás módszer is segíti a mérgezés megelőzését, tette hozzá a borász. A statisztikák szerint az elmúlt 5 esztendőben 4 mustgázmérgezés történt Tolna megyében, amiből egy volt halálos kimenetelű. A szakértők azt mondják, bár csökkenő tendenciát mutat a mustgázmérgezések száma, fontos, hogy minden évben felhívják az emberek figyelmét a veszélyre.